mit hozhatok még? Talán jeges kávé? Kettő, ugye? Te is kérsz? Akkor két kávé. Köszönöm a rendet. Látom, az itallapot nézik. Ha kívánja, szívesen segítek önnek. Ülve kényelmesebb lesz, igaz? Kérem, foglaljon helyet. Általában milyen bort kedvel inkább? A lomot hagyta a céget. Igazán hallotta, vagy csak be akar ugratni? Azért, mert nem adott át a rendőrségnek. Azért. Tehát az én bűnöm. Hadd tegyem jóvá. Hogyan? Úgyhogy munkát ajánlok önnek. Jászkov, Jászkov, belőlem sose lenne kettős ügynök. Tudom én azt jól. Az igazi kettős ügynök szürke vagy színtelen, mint a moly. Szóval minden csak nem maga. Figyeljen rám. Egy ilyen ezerszínű ember dolgozzék nekem. Jobban megfizetném, mint bárki más. Van pénzünk erre. Nem. Nekem... Nem mindegy, milyen szagú a pénz, kényes a gyomrom. Nézze, az emberi faj több millió éve él itt, ezen a bolygón. És közben mindig vadászok voltunk az utolsó pár száz év kivételével. Vadászat. Ez a férfi igazi életeleme. Olyan lesz nélküle, mint a partra vetett hal. Én ígérem, hogy visszaadom mind a... Fényképeznek minket. A KGB vagy a CIA? A CIA. Az a butaképű bajszos. A hülye folit, talán film sincs a gépében. Miért utasítja vissza az ajánlatomat? Csak nem honfiúi meggyőződésből. Ne fárassza magát tovább, is nem érdekel a téma. Kár. Mihez kezd majd a szabad idejével? Emlékiratokat ír? Memoárokat? Nem rossz ötlet. Elnézést, Schönenburg asszony. Igen? Nem hallgatna meg. Miles Candyről. Érdekes gond. Elég barátságtalan ez a kutya. Csak azt szereti, akit én is. Na igen, nem beszél vele esetleg a közeljövőben? Sajnálom, de nem. Hát ez baj. Értesíteni kellett volna, a családjában baleset történt. Jaj, de szörnyű. Csak nem halálos kimenetelű. De igen, sajnos. Szegény idős anyja. Akkor nem baleset volt, hanem csoda. Kendig anyja 25 éve halt meg, augusztus 19-én. Úgy emlékszem, hogy péntekre esett. Halljuk, Schönenburg asszony. Hol van ő? Először is a nevem von Schönenburg. Másodszor osztrák állampolgár vagyok, érvényes útlevéllel, úgyhogy nincs joga megállítani az utcán. Harmadszor a kutyám nagyon erős, de ideges jószág. Jobb lesz, ha békén hagy. Ne beszéljen velem ilyen fokhegyről, von Schönenburg asszony. Úgyis elkapjuk Kendiget. Ha tudják, hol van, miért tőlem kérdezik? Kérem, engedjen utamra. Láthatja, hogy a kutyám az idegroham szélén áll. Nem bírja az ostoba emberek szagát. Nézd, ő Jászkov. Legalább egy tucatszor megjárt a Casablancát. Itt várj meg. Én tudom, hol van. Kiről beszél, elvtárs? Azért jöttem, hogy együttműködést ajánljak. Én megmondom, hol találják meg. Maguk oda mennek és megtalálják. Vége a hidegháborúnak. Közös érdek, hogy a napló ne jelenjék meg. Ebben egyetértünk, de azt, hogy maguk kapják el, nem hagyjuk. Nekünk mindegy, kiteszi ártalmatlanná. Csak az a fontos, hogy ne szivárogjon ki, amit tud rólunk. Na, áll az alku? Nem ígérem. Mindegy, akkor is megmondom. Londonban van. Két napja érkezett oda Bermudából. Leonard Russ néven és irataival. Ez hasonlít rá.
Mondhatnám, hogy az ügynökeim a félvilágon át követték a nyomát a hisszói reptérig. De nem teszem, mert véletlenül botlottak bele. Naponként és személyenként 10 fontot számítok fel. Nem mi fizetjük. Hát akkor viszlát Londonban. Na, Kendig Londonban van. Ingyen árulta el? A vérrókánál semmi sincs ingyen. Jó oka volt, hogy elmondja. Épp úgy félnek a naplótól, mint mi. Te fejlődsz. Mellesleg a te irataiddal utazik. Mi ettől? Fehér tól fogad. Persze, a fehér tól. Igazán tudhattam volna. Hát lehet azt elfelejteni. Soha, amíg élek, te drága.